Buborékok, énekek, mondókák. Ismét kerekítő foglalkozásnak adott otthont a Népkör Aranykapu játszóháza. A 15 hónapos Mili szívesen barátkozott is. Nagyon jó hangulatúak ezek a programok, és ő nagyon szereti ezeket a zenés, mondókás programokat, és akkor én úgy gondoltam, hogy akkor, amikor csak lehetőségünk adódik, akkor elhúzom őt ide, hogy kicsit barátkozzon a gyerekekkel. Milyen egyéb programokra szoktatok ellátogatni, szoktatok-e? Minden, amit a kerekítő csoport szokott csinálni, ide szoktunk jönni, az Interetnő Fesztiválon is voltunk, ahol megszervezték, és a gyerekeknek nagyon jó programjuk volt. A játszóházban Muzslai Tünde képzett kerekítő foglalkozás vezető szórakoztatja, tanítja a gyerekeket. A foglalkozás vezető az különböző játékokkal, ölbéli játékokkal, mondókákkal ugye játszik együtt a gyermekkel és a szülőkkel, és hát a lényeg azon van, hogy a gyermeke közben tanul is, szocializálódik, kommunikál ugye a többiekkel, és hát természetesen ez egy kikapcsolódás is, főleg ugye főleg a kisbabás szülőknek, akiknek itt az őszi időszakban nagyon nehéz találni ugye kikapcsolódási lehetőséget, vagy barátkozási lehetőséget más szülőkkel, gyermekekkel. A 0-3 éves korú gyerekeknek rendszeresen szerveznek majd programokat.